A hangadó vendégei továbbra is Maier Éva, somorjai származású képzőművész, fiatal képzőművész, és Sejem András Zsigmond Erdélyből, aki a bábozással foglalkozik, és ezen kívül a néprajzzal is. Na most, ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mit csinál egy képzőművész lent a pincében, sötétben, egyedül, hogy az András mondta. Mit csinál? Évus. Hát konkrétan most a sötétbe fotogramokat készítettem az új munkáimhoz. Igen, ez mit jelent? Hát ez ilyen fotós technikai megoldás, és végül is egy, nem tudom, egy jól bevált fotós technika. Honnan veszed egyébként az ötleteket, meg a témákat? Hát főleg a saját életemből próbálok meríteni, de viszont a szociális és kulturális kontextusba is foglalkoztat a téma, tehát nem csak a saját dolgomra vetítem rá a témát, tehát nem csak egyfajta szubjektivitás van, hanem próbálom felülről nézni a kérdéseket. Legutóbb nyáron beszélgettünk, akkor egy magyarországi kiállításod kapcsán. Akkor a téma az még az egészség volt. Azóta ez már változott, ahogy te magad mondtad. Igen, akkor a betegség téma volt a központban. Bocsánat, nem az egészség, a betegség. A betegség, igen, és egyfajta ilyen női szenvedéstörténetnek a illusztrálása. Kicsit komoly téma, de ezt is próbáltam hát általánosságba véve fölvonultatni. Viszont a mostani témám az az identitás kérdés, és ez is valahol közel áll a betegség témához, mert hát számomra ez egyfajta központi kérdés lett, főleg most, hogy hosszabb távra hazakerültem, és úgy gondolom, hogy az embernek fontos hangoztatnia ezt a kérdést. Most a Vágsejjei kiállításon tehát ezt láthatják a látogatók. Igen. Ezt. Tulajdonképpen, hogyha bemennek a kiállítóterembe, akkor mit találnak? Mert gondolom, hogy a falon ugye nem sima grafikákat találnak, ahogy téged ismerlek. Hát ezek most nem térbeli megfogalmazással voltak, viszont keretben voltak kiállítva a képek, mert nem volt arra hely, hogy installálós formában kirakjam az egész munkát. A nyári az érdekes volt. Igen. Az milyen volt? Azt meséld el nekünk. A nyár. Hát nyáron Delftben voltam. Meghívásra ki tudtam jutni Hollandiába, a World Art Delftbe augusztus elején, és valójában volt egy téma, amire reflektálni kellett, ez Delft városára kellett munkákat kitalálni. Tehát egyfajta reflexió a delfti kerámiára, például a delfti technikumra, nagyon magas szinten művelik azt, illetve a művészi fontosságára a Delftnek. És nyáron jártál Berlinben is? Most jártam, múlt héten. Az milyen volt? Mert nekem úgy meséltél róla, hogy ugye ott nem munkaügyben voltál, hanem tényleg csak egy ilyen magánúton, viszont nagyon megfogott Berlin. Igen. Hát már tavaly ki szerettem volna jutni, és föl is vettem az ottani egyetemmel a kontaktust. Szerettem volna tovább tanulni Berlinbe, viszont az a feltétele, hogy felső szinten kell tudni németül, ez nekem még nem megy. De viszont magánúton sikerült kijutni, és nagyon-nagyon tetszett a város. Úgyhogy... Most, hogyha egy képzőművészt megfog egy város, és elkezdi érdekelni, akkor az esetek hogyan csapódik le? Valahogy a munkáidon ez meglátszik majd, vagy ilyesmiben még nem gondolkodtál? Igen, hát nekem nagyon-nagyon bejött az, hogy egyfajta szabad szellemiségű helyen van dolgunk, és igazából mindenféle korlátok nélkül élnek ott az emberek, tehát szabad szellemiség jellemző az egész városra. Nagyon fejlődő, technikai szinten is, művészeti szinten is, nagyon sok kiállítás van napi szinten, és hát veszik a munkákat, úgyhogy meg lehet élni nagyon jól ott, azt mondják. A Vágsejjei kiállítást, hogyha esetleg valaki szeretné megnézni, akkor mekkortól meddig mehet, és hova?
Hát a Kreon galériába, tekinthető meg is december 7-ig. Mi a kiállítás címe? Réteghiány. Réteghiány. Miért pont ez a cím? Ezt te adtad egyébként, vagy pedig ez valaki másnak volt az ötlete? Ezt én adtam, és hát igazából olyan kényes kérdésekkel foglalkozik, amit majd még szeretnék tovább is feszegetni. Igen, és kicsit még ködös számomra is, de bemutattam egy-két aktuálisabb munkát, tehát ami 3 hete készült, és valójában itt az együttműködést kívánom hangsúlyozni ezekben a munkákban, ami nálunk még nem igazán. Tehát hát nehezen valósul meg.